mindenkinek, elindultunk reggel Ausztriába, mert hogy Szercsónak van most, mit van, válogatott szünet? Igen. Tiszta profi vagyok. És van ez a... De ne igazgass már magad, jól fogsz nézni a videóban. Nem, csak az órán felcsúszott. Jaj, csak az... Jaj, most megint olyan más volt. Nem vagyok más. Figyelem az utat. Pencike mondta, hogy akkor jöjjünk el 3 napra. Ő a közelbe. Na hát ez a közel, ez annyira sikeredett, hogy egy 7-8 órája vagyunk úton. 10-kor indultunk. És még pontosan 1 óra múlva érünk oda. És hova megyünk pontosan, Szercsó, elmondod? Zellerszi, talán az a tónak a neve. Hát a Gaz Ausztria második legszebb tava. Igen, mert hogy egyébként Szercsónak az volt már minden vágya, amióta együtt vagyunk, hogy ő nagyon szeretne szép tavakat látni, hegyeket, zöld legyen a tó, meg de Alaszka, Alaszka. Jó, Alaszka, egyszer összehozzuk Alaszkát, de mindenek előtt ajánlanám figyelmetekbe a kezét. Tényleg? Ami állandóan így áll, mikor vezet, hogy ez így ide le van támasztva, és most is. Hát tegnap este összepakoltunk, és hát mivel autóval jöttünk, ezért én nagyon sok mindent összepakoltam, amire ő azt mondta, hogy nem kell ennyi minden, ugye? Igen. De ahhoz képest egy 5 kabáttal indult el Szercsó erre a 2 éjszaka 3 napra. A mellénytől elkezd a pufi kabátig, a bőrkabátig. Én kis bőröndel. Te meg nagy bőröndel. Jó, mindegy. Oké, de én nő vagyok. Úgyhogy mit akarok mondani, hogy reggel felkeltünk, elvittük Natkót óvodába, onnan hát tankolás, pályamatrica, stb. Stb. És hát megindultunk. És az az igazság, hogy ez a videózás annyira még nem fogott meg engem, vagy nem tudom, most így próbálom belerázódni, hogy ez a YouTube csatornás dolog, ez jól működjön, csak igazából annyira jól elbohockodtuk az időt, meg volt egy ilyen mélypont, amikor én elaludtam. És Szercsónak még rá kell arra kaptania, hogy ne csak én videózok, hanem mondjuk néha ő is. Mondjuk vezetés közben nehéz. De amikor nem vezetünk, mert mondjuk megálltunk a benzinkútnál, és mondjuk a kocsin a motorháztetőbre kipakoltuk a májkrémet, meg a zsömlét, meg a kávét, akkor igenis nálad is lehet a telefon. Igen, kényelmesebb egyébként sokkal úgy létezni, hogy nem egy telefonban állandóan a kezedbe, tehát konkrétan nem csak az van, hogy egy kezed van, és azzal tudsz bármit is csinálni, mert folyamatosan fogni kell, most is jelenleg a selfie fotót. Na mindegy, de hogy most még az a lényeg. Szerinted annak a helynek a másik oldalára megyünk? Jaj, nem mondod, azt tuti nem egy óra. De egy óra, de az nagyon durva lenne. Lehet annak a másik oldalán van a tó. Ja, na mindegy, úgyhogy most még itt erőteljesen gondolkozom azon, hogy most mi lesz ezzel a YouTube csatornás dologgal, hogy ezt mennyire fogom tudni bírni csinálni. Nyilván van ahhoz köze, hogy 5 évig azért tévéztem és el voltam mikroportozva, és az életem minden momentuma fel lett véve. Úgyhogy így nem tudom, hogy ezeket így inkább közösen megélni, telefont félretenni kéne, vagy megörökíteni és megmutatni, és évek múlva visszanézni és örülni neki. Úgyhogy nem tudom, próbálkozunk. Ja, közben betelt a memória a telefonomon. Pedig nem tudom, hanyas memóriája van. 256. Ja, valami rohadt nagy, tehát a legnagyobb, ami létezik, és mindegy, azon is sikerült megtelni a memóriának. Úgyhogy megpróbálok mindent rögzíteni, amit úgy jónak gondolok, meg látok, meg érdekes lehet. Szépen kijöttél elénk, tesókám. Most milyen szépen fogalmaztál, hogy tesókám, mert egyébként olyanokat szoktál mondani, hogy... Madár. Kutya. Madár. Pont, pont, pont. Madár. Pók. De egyébként a kedvencünk az az... Hét, 7 szerintem nagyjából. De megálltunk ugye 2-3 szor közben. Meg én is vezettem természetesen, azért azt se felejtsük el, hogy én is vezettem. Vettünk egy ilyen finomságnak mondható dolgot se. Nagyon rossz. Rám jött az 5 perc egyszerre, egyszer szerintem ilyen rögőgörcsöt kaptam, és egyre jobban röhögtem. Folyt a könnyedő rögéstől, idegesítettél folyamatosan. Figyeltem az utat, hogy... figyeltem a navigációt. És azt láttam, hogy minél jobban ideges a Bence, annál jobban kellett röhögni. És hogy próbáltam visszatartani a röhögésemet, de úgy éreztem, hogy meg fogok fulladni. És egyébként pont azt mondtam neki, hogy én saját magamat is baromi jól el tudom szórakoztatni, hogyha éppen nem partner benne. Na mindegy, hát én el vagyok nagyon. Igen, azt látom. Annyira gyönyörű szép a kilátás, és annyi tehén van mindenhol, és fú, nagyon, és annyira szerettem volna megállni egyébként, de mivel sietünk, ezért viszont megálltunk egy olyan városba, faluba, aminek az a neve, hogy ketten. Igen, és ez azért poén, mert pont azt posztoltam, hogy csak ketten, és beérkezünk, és mondja Bence, ketten. De mondom, álljunk már, vagy te mondtad, hogy csináljunk ott egy fotót? Na, mit? Igen, de biztos leszünk sokan. Leszünk sokan, hát veled biztos, mert te már eleve 6-ot kiteszel. Egyébként igen, azt vezettük a Bence, hogy azt kellett volna csinálni, hogy egy ilyen GoPro-t be kellett volna tenni a kocsiba, induláskor elindítani, és megérkezéskor leállítani, na abból lenne anyag. De szerintem egy ilyen fél órás... Azok a pozíciók, amiket te felvettél egész úton, az a vergődés. Jogra, balra, most megsértőd, most nevet, most mondod, feldobott valami témát, hát csak ilyen kam megsértődés. Hát persze, akkor is beszól, 100-al lehet menni, 103-mal megyek, az is baj. Jó, ahhoz képest, amikor ültél, egyből eltévedtél, vagy hát más irányba mentél, annyira beszélgettél, meg ordított a zene nagy és akkor éppen elfelejtett lemenni. A következőnél meg szóltam neked. Hogy le kell menni, akkor meg hát ő ezt tudja, hogy tudja. Ja, hát látom, mennyire tudtad. Ja, a másik meg, hogy ő elkezd. Vezetek,
feldob valami témát, és akkor így ide könyököl, és néz. Vagy akkor na, válaszolj. És nem ilyen vezet? De nagyon közül, úgy az utat is nézem, bal szemmel jobban téged. Hát ennyi. De hát több funkció van. Az biztos vagy. Ja. Egyszerre több dolgot. Jó, ez már nem ide tartozik, vagy odaérjük egy plusz 18? Hát nem kell egyből arra gondolni. De mondjuk tudok vezetni, meg egyszerre orrot túrni. Akarod, hogy erről beszéljünk? Nem. Miért nem? Mert néha egyébként de, túl ez szokás, tuti, mindenki hogy szokott szokodon. Mindenki, tuti. Na, mi meg vagyunk olyan viszony, hogy egyszer de én nem akarom, előtted is, megcsem, és reggel óta akkora nyomás alatt vagyok ezáltal, hogy nem engedi meg, egy jó ízűt beletúrjak az orromba, és fújogatnom, hogy mindent csinálok már. Már se látok otthon, már se látok, fekszel az ágyba, és már ettől a mozdulattól már rosszul vagyok. Én akkor azt mondom, hogy az annyi látnivaló volt útközben, kicsit elnézel másik irányba, és akkor lerendezni, és akkor nyugalom van. Na, akkor túrjad. Nem túrhat. Mi túrhat? Nem merem, mert tudom, hogy felveszel. De akkor elfordulunk mindannyian. Most túrhatod. Jaj, látom. Na jó, inkább abba, hogy ezt így nem lehet. Az úton, ahol jövünk, itt végig házak vannak, és volt egy üres rész, ahol már láttuk a tavat, és gyönyörű szép, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a szálloda is nagyon jó lesz. De neked fölígért a szád, amikor megláttad, ugye? Kicsit megnyugodtam. Nagyon cuki voltál. Itt vagyunk. Na, ezek vagyunk. Ja, itt vagyunk. Szercs. Igen. Jaj, óvatosan menj föl. A pisi megint, de szép, nézd! Itt van tó, felhő, hegyek, minden, és itt óvatosan, nagyon. Ott a szállodánk. Aha. Jaj, nagyon szép, és hanyadikon vagyunk? Szép. Hanyadikon vagyunk? Hát a lakosztály az felül van, azt hiszem. Jaj, nagyon szép. Szerintem nagyon jó lesz. Oh. De mondjuk oda szélére is beállhat ebből, és akkor nem kell a kocsiknak menni. Jaj! Itt a szállodánk. És itt a jelszép minden. Majd fentről megmutatom. Már a másik parkolója. Ez a Residence, és meg a... nem tudom melyik. A másik, a jobbik. Nem tudom, a szebbik. Na, viszont én azért kezdjós is, nem ajánlom a lemenetet. Jaj, menj, ne húj, jön szembe egy autó! Szóljál neki csak, hogy izé, mi nem találtunk vissza már. Hálló, elfele. Egy tár. Nem tudom. Jó. Csikok akár, hanem. Igen. Na, és akkor nem itt vagyunk. Jó, hát mindegy, akkor megnézzük, de... Hát 40 méter alatt. Csodálkoztam is amúgy. De nem csodálkoztál. Gyorsan lereagálom, mert lehet, hogy itt vagyunk igazából. Egyel arrébb vagyunk. Jó, de mondjuk ez is szép lett volna. Igen, de ez más lesz. Na, viszont igen. Budlák Bence. Talán. De itt kell felmenni. Uh-huh. Ott fordulj meg, Szercső, és arra menj. De viszont hol lesz? De akkor ez a milyen? Ez a fa? Aha. Ja. Ez belénk jön, nézd. Magyaráz? Nem. Nincs ki neki. Köszönöm el neki. Ja, kösz. Mosoly volt. Ja, és akkor ez? Hát, tök jó. Igazából szálltuk a másikból is. Nem, hogy neki találunk.